Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. 15%-os nyugdíjemelésről döntött a kormány, az átlag nyugdíj januártól eléri a 200 000 forintot. Magyarország nem vétózik, a hazánknak járó befagyasztott összeg csökken, megállapodás született az EU-val. És három betegség fertőz egyszerre, tridémiának hívják az influenza, Covid és az RSV együttes támadását. A magyar kormány április 30-áig meghosszabbította az élelmiszer árstopot, ez az Agrárminisztérium keddesti közleményéből derült ki. Az árstop eredetileg december 31-ig volt érvényes. Nagy István miniszter indoklása szerint az elhúzódó ukrajnai háború és az elhibázott brüsszeli intézkedések következtében kialakult szankciós infláció miatt döntöttek a hosszabbításról. Az árstop november 9-e óta a tojás, az étkezési burgonya, a liszt, a napraforgóolaj, a sertéshús, a csirkehús, a 2,8%-os UHT tej és a kristálycukor árát érinti. Az AKI piaci árinformációs rendszer adatai szerint az ársapkás termékekből több fogyott idén 2021 ugyanezen időszakához képest. 15%-os nyugdíjemelést jelentett be kedd reggel Orbán Viktor. Az emelést üdvözölték a híradónk által megkeresett nyugdíjszervezetek, egyben meglepődtek, hogy ilyen korán történt. Az érintettek furcsálják, hogy a kormány már a monetáris tanács jövő évi inflációs előrejelzése előtt meghozta a döntést, és attól tartanak, hogy az áremelkedések felemészték majd az emelést. Most írtam alá azt a kormányrendeletet, amellyel január 1-től 15%-kal emeljük a nyugdíjakat Magyarországon. Ezzel a bejelentéssel indította napját Orbán Viktor Facebook oldalán. A miniszterelnök után Varga Mihály pénzügyminiszter is posztolt a témában. Februárban 13. havi nyugdíjat is kapnak az idősek, jövőre pedig összesen több mint 6100 milliárd forintot költ az állam nyugdíjakra. Mit szól az emeléshez, 15%-kal több nyugdíja lesz január 1-től? Hát örülök neki, természetesen. Elegendőnek tartja? Hát ezt majd eldöntjük jövőre, amikor bártjuk az üzletekbe, a boltokba az árakat. Nagyon örülök, hála jó Istennek. Ezt a Gyurcsány alatt nem kaptuk meg a 8 év alatt, egyetlen egyszer sem. 13-17 között satszoltam, 15 az pont keresztben van. A Nyugdíjasok Országos Szövetsége úgy véli, ekkora emelésben nagyon régóta nem volt része a nyugdíjasoknak, de ennek oka a magas infláció. Ez valójában annyit jelent, hogy ennyit romlott a pénzünk, mert ugye valójában a nyugdíjemelés a jogszabályok szerint az infláció követő, tehát amennyit az infláció jelent, annyit emelnek törvény szerint a nyugdíjunkon. A nyugdíjas parlament vezetője furcsának találja, hogy a kormány már a monetáris tanács jövő évi inflációs előrejelzése előtt kiadta a rendeletet. Tudomásom szerint december 20-án 14 órakor ülésedik a monetáris tanács, napi rendjén szerepel az inflációs várakozás véglegesítése. Ne talántán a miniszterelnök tudja, hogy mit fognak bejelenteni, és előtte ő ezt már szerette volna leütni? Mert hogyha 18-at mond akkor a monetáris tanács, ahhoz képest a 15 az soványka. A DK az emelés mellett még további egyszeri 100 000 forint kifizetését is indokoltnak tartaná. Az összegnek a forrása lehet az a rekord áfa bevétel, amit a kormány itt a gáz emelés után is kifizetett a lakossággal. A híradónk által megkérdezett nyugdíjszakértő úgy véli, az emelés mindenképpen indokolt, de mivel az infláció folyamatosan változik, az ütemezésen kellene változtatni. Ez egy rossz rendszer, hogy tavaly, amikor lehetett látni, hogy az infláció begyorsul, szerintem át kellett volna térni negyedéves emelésre. Kerestük a pénzügyminisztériumot is, hogy miért épp most született döntés az emelésről, illetve kikkel egyeztettek a rendelet aláírása előtt. Azt válaszolták, a nyugdíjtörvény szerint az infláció mértékével kell a nyugdíjakat évente emelni, ezért döntöttek a 15%-os emelésről. Jóváhagyta az Európai Unió a magyar helyreállítási tervet. A kormány abban bízik, hogy napokon belül aláírhatja a megállapodást. A hazánktól visszatartott pénzösszeget csökkentették, Magyarország viszont nem gátolja a globális minimumadót és az Ukrajnának szánt közös hitelt. A Demokratikus Koalíció szerint a magyar kormányfő hatalmas vereséget szenvedett, míg más ellenzéki pártok arra hívták fel a figyelmet, hogy az uniós pénzeknek még meg is kell érkezniük. Hétfőn este a Twitteren posztolta a cseh soros elnökség, hogy megszületett a megállapodás az uniós pénzekről. Minden olyan célunk,
megvalósult, amelyet júniusban magunk elé tűztünk. Az Európai Unió jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet. A befagyasztott 3100 milliárd forintos kohéziós forrást 2600 milliárd forintra csökkentették. Cserébe a magyar kormány feladta vétóját az Ukrajnának ígért támogatás és a globális minimum adó ügyében. Tudtuk, hogy ahhoz, hogy a forrásvesztést elkerüljük, december 31-ig meg kell állapodnunk az Európai Bizottsággal a kohéziós pénzek tekintetében, illetve a tanácsnak pedig jóvá kell hagyni a magyar nemzeti újjáépítési tervet. Mindez azt jelenti, hogy Magyarország hozzáférhet az uniós forrásokhoz. A helyreállítási alap keretében 2300 milliárd forint, az operatív programok tekintetében 14000 milliárd forint nyílik meg. Ebből 4000 milliárdot már jóvá hagyott a bizottság. Ma úgy tűnik, hogy nincs akadály annak, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzájussunk, és ahogy hozzájutunk, abban a pillanatban a tanácsbéremelés az ígért mértékben bekövetkezik. Közben az ellenzéki pártok is sorra reagáltak az uniós megállapodásra. Elsőként Gyurcsány Ferenc, aki szerint kofa lett a kormányfőből, árus. Az állítólagos magyar nemzeti érdek és saját illiberálisnak hívott rendszerének szatócsa. Orbán Viktor hatalmas vereséget szenvedett Európában. A tegnapi döntés azt jelenti, hogy nem jön uniós pénz, amíg azt ellopják. Ezeknek a pénzeknek a hozzájutásához Orbánnak valódi reformokat kell végrehajtania, csatlakozni kell például az Európai Ügyészséghez. Üres vétóval nem lehet sikereket elérni. Ezek nem elvi vagy szakmai kifogások voltak a kormány részéről, mindössze zsarolási pontok, amelyek próbált akadályozni az Európai Unió együttműködését. A Nézőpont elemzési igazgatója azt mondta, az Unió mondva csinált okokra hivatkozva tartotta vissza a pénzeket, de a kormány sikeresen teljesíti az elvárásokat. Ez egyértelműen a kormány sikerének tekinthető, bebizonyította azt, hogy együttműködő és kompromisszumkész mindenfajta politikai ellenszél lesz. Ez egy ilyen klasszikus win-win szituáció. A Paradigma Intézet elemzője szerint Orbán Viktor feladta korábbi céljait, a globális minimáladó és az Ukrajnának szánt uniós hitel megakadályozását. Erre a lépésre kényszerült, de azt is mutatja, hogy cserébe azért kapott ő is valamit, meg fogja kapni Magyarország a forrásokat. A kormány bízik benne, hogy a megállapodást napokon belül aláírhatják. A befagyasztott uniós pénz azonban csak az igazságszolgáltatással összefüggő vállalások teljesítése után 2023. áprilisától érkezhet Magyarországra. Örül Karácsony Gergely, hogy megszületett a megállapodás az Európai Unió és Magyarország között. A főpolgármester szerint az uniós hitelkeretet energiahatékonysági beruházásokra kellene fordítani. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége Lantos Csaba energiaügyi miniszterhez fordul. Számításaik szerint a települések kétharmadának számára gondot okoznak a megnövekedett rezsiszámlák. Felírattam én is szeptember elején a fát, igaz, hogy 10 köbmétert írattam fel, de viszont az 5-öt szállítónak csak, ha tudnak valakinek, és azóta sem érkezett a fa. A hatóságjáras és a szociális tűzifára is nagy az igény. Az előbbiből alig van, az utóbbi késve érkezik. Pedig egyre több a rászoruló, a szociális tűzifára fordított állami forrás összege viszont évek óta változatlan. Az idei évben ugyanaz az 5 milliárd forint jutott, mint az előző, mondhatjuk azt, hogy békeidős években. Ennek a többszörösére, de minimum duplájára kellene módosítani ezt a önkormányzatoknak juttatott formát, szociális ellátási formát. Míg a tűzifából hiány van, a befizetetlen csekkekből egyre több halmozódik fel az önkormányzatoknál. A növekvő energiára kigazdálkodása a hazai települések kétharmadának gondot fog okozni a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint. Már vannak kifizetetlen számlák, és elsősorban a kis települések részéről, akik mondjuk a közvilágítási megemelt költségeket nem tudják kifizetni, nincs benne a költségvetésükbe. Ezzel kapcsolatban elképzelhető, hogy lesz egy egységes kormányzati intézkedés. Akkor annak nyilvánvaló. Balla György miniszteri biztos eddig 140 nagy település vezetőivel egyeztetett az önkormányzatoknak nyújtandó állami segítségről, de az Önkormányzatok Szövetsége szerint eddig egyetlen konkrétum hangzott csak el, hogy december közepéig kell elkészítenie egy kormány előterjesztést. Várhatóan ott avatkoznak majd be, ahol az önkormányzatok nem tudják ellátni a kötelező feladataikat.
Örülünk annak, hogy az elrejtási alap vissza nem térítendő forrásai megérkeznek Magyarországra. Karácsony Gergely főpolgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy hamarosan megállapodás születhet az Európai Unió és Magyarország között. Egyúttal javaslattal is élt az uniós források felhasználása kapcsán. Teljes hitelkeretet hívja le a kormány, és ezt teljes mértékben energia hatékonysági beruházásokra fordítsuk, és ennek az összenek legalább az egyharmadát az önkormányzatok által végigvitt beruházásokra fordítsák. Ez nagyon nagy mértékben hozzájárulna ahhoz, hogy Magyarország ki tudja váltani az orosz gázt. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége Lantos Csaba energiaügyi miniszterrel egyeztetne. Híradón kereste a kormányt, hogy megtudjuk, számíthatnak-e az önkormányzatok segítségre, de nem kaptunk választ kérdéseinkre. Rendeletben módosította a kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt, írja a Portfólió. A portál információi szerint mindenre a Dunafer ügye miatt került sor. A Vasműben ugyanis áram és szénhiány lépett fel. Az egyik tulajdonosi kör a gyár leállítását is kilátásba helyezte, de a dolgozói bérek kifizetésével is problémák adódtak. Ha a rendelet szabályai életbe lépnek a Dunaújvárosi Vasmű esetében, akkor megindulhat a társaság felszámolása, írja a Portfólió. Közben úgy tudják, hogy ez egyúttal lehetőséget is ad a helyzet rendezésére új tulajdonos bevonásával. Az idő viszont sürgető, ugyanis a gyár leállítása az utolsó szakaszához érkezett, teszi hozzá a portál. Visszaesés és csökkenő reálkeresetek szerepelnek a GKI jövő évre szóló előrejelzésében. A gazdaságkutató prognózisában a GDP növekedésének üteme negyedévente 2%-ponttal csökken, aminek következményeként jövőre 1,5%-os visszaesés várható. A reálkeresetek az utolsó negyedévben mintegy 3,5%-kal csökkennek. A lakosság fogyasztása jövőre várhatóan 3%-kal csökken, a beruházások pedig a 6%-os emelkedés után 5%-kal visszaesnek. Az infláció sem lassul, jövőre várhatóan 18% lesz, 26% körüli tavaszi csúcsponttal, írja a GKI. A kormány nem hosszabbítja meg a fizetési moratórium évvégével lejáró hatályát, jelentette be közleményében a gazdaságfejlesztési miniszter. Nagy Márton a döntést egyebek mellett azzal indokolta, hogy jelentősen lecsökkent a fizetési haladékot igénybe vevők száma. Augusztusra a vállalati hitelek mindössze 1%-a, a lakossági hiteleknek pedig csak a 3%-a vett részt a moratóriumban. Emellett a kormány szerint a kamatstop megfelelő védelemmel szolgál a hiteltörlesztőknek. A kormány az átmeneti fizetési moratóriumot a Covid-járvány kezdetén 2020 márciusában vezette be, majd többször is meghosszabbította a feltételek szűkítése mellett. Háromféle felső légúti betegség ütötte fel a fejét hazánkban. Egyszerre fertőz az influenza, a koronavírus és az RSV. Az Egészségügyi Világszervezet a három vírus együttesét tridémiának nevezte el. A magyar szakemberek szerint azonban itthon nem kell súlyos és tömeges megbetegedésekre számítani. A fertőzések néhány napos tünet együttessel lábon is kioldhatók. Jakab Ferenc virológus professzor szerint rémisztően hangzik a tridémia kifejezés, azonban pánikra semmi ok még akkor sem, ha egyszerre fertőződnénk meg mindhárom vírussal. Nem számítok és nem tartok attól, hogy nagy arányú kórházi fertőzés jelenne meg újra. Azt gondolom, hogy mind a három betegség, amiről beszélünk, egy otthon átvészelhető, jelenleg már otthon átvészelhető fertőzésnek számít. Biztos, hogy több lesz a légúti fertőzötteknek a száma, és nem csak a virális, hanem a bakteriális, tehát a bakteriális által okozott fertőzőbetegségnek a száma is, de feltételezhetően ezeknek a súlyossága nem fog elérni azt a szintet, mint az elmúlt években. Az úgynevezett óriás sejtes RNS vírus, röviden az RSV, a felnőtteknél egyszerű náthaként jelentkezik, csecsemőkre és a kisgyermekekre azonban veszélyt jelenthet. A felnőtteknél sokszor már akár sokadik vírussal való találkozásról beszélünk, vagy nagyobb gyerekeknél, ott, mint mondtam, által még közönséges nátha formájában le tud zajlódni a fertőzés. Azonban a veszélyeztetett csoportba tartozó gyerekek esetében súlyos, intenzív osztályos kezelést igénylő betegség alakulhat ki. Amikor már légzési nehezítettséget okoz, szapora légzés, légzés nehezítettség, erős köhögés, csillapjatlan köhögés, akkor viszont mindenképp orvoshoz kell fordulni, mert adott esetben légúti támogatásra, ne adj Isten, lélegeztetésre van szükség, tehát akkor kórházi ellátás.
A Pécsi Tudományegyetem infektológusa szerint az előző évekhez képest nem emelkedett a fertőzések száma. Abban mindhárom szakember egyetért, hogy az oltás jelentheti a leghatékonyabb védelmet, ezért az influenza és a koronavírus esetében még most sem késő a vakcina felvétele. Az RSV vírus tekintetében csak passzív oltás létezik, amit a járvány időszakában csak a csecsemők kaphatnak meg. Az ukrán elnök újabb 800 millió eurót kért szövetségeseitől a párizsi adományozási konferencián, ahol a téli fagyok miatt a háború sújtotta ország energiaellátása volt a fő kérdés. Eközben Oroszország elutasította azt a béketervet, melynek fő feltétele csapataik Ukrajnából való kivonása lenne. 800 millió euró támogatást kért szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij a Párizsban tartott adományozói konferencián. Az ukrán államfő szerint csak így tud az ország szembenézni a téllel. A konferencián résztvevő országok legfőbb célja, hogy kitalálják, miként tudják mostantól márciusig támogatni az ukrán infrastruktúrát. Amióta Ukrajna újra cselekvőképes, Oroszország egy cinikus stratégiát folytat, a katonai vereségekre a lakosság terrorizálásával válaszol, mondta az esemény házigazdája Emmanuel Macron. A francia államfőt sokan kritizálták, köztük Kijev is, hogy nem támogatja elég elkötelezetten a háborúban álló országot. Az elnök azonban cáfolta a vádakat, és elmondta, hogy Franciaország a közeljövőben küldött támogatásokkal együtt idén 200 millió euróval, vagyis körülbelül 80 milliárd forinttal segítette Ukrajnát. A konferencián résztvevők több mint 1 milliárd euró azonnali segélyt ígértek Ukrajnának. Országunk nem fog sötétségbe merülni, ma az egész civilizált világ minket támogat, és nagyon hálásak vagyunk ezeknek az országoknak, mondta az ukrán miniszterelnök. Macron, aki a konferencián Olena Zelenska ukrán First Lady-vel is találkozott, azt is bejelentette, hogy egyezség született a nehéz fegyverek elszállításáról a zaporizsiai atomerőműből. A Kreml szerint ugyanakkor az ukrán állításokkal szemben soha nem is telepítettek nehéz fegyvereket az Ukrajna déli részén található atomerőműbe. Emellett állítják, Oroszország állandó összeköttetésben van a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel egy demilitarizált zóna kialakítása érdekében. Eközben Oroszország visszautasította Volodymyr Zelenszkij béketervét, illetve kijelentették, hogy a béke érdekében Kijevnek el kell fogadnia az új realitásokat, ami az oroszok által elfoglalt területek feladását jelenteni. Eltávolították alelnöki posztjáról a korrupcióval vádolt Éva Kailit. Az Európai Parlament alelnökét emellett kizárták a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségéből, illetve a görög PASOK pártból is. Kaili, aki az Európai Parlament 14 alelnöke közé tartozott, több másik gyanúsítottal együtt vizsgálati fogságban van. A volt alelnök a vádak szerint kenőpénzt és ajándékokat fogadott el Katartól. Az Európai Parlament korábban vitát tartotta a katari emberjogi kérdésekről, amelyben Kaili az öbölmenti államot védte. A hatóságok a nyomozás során 600 ezer eurót foglaltak le. Tüntetők akarták elfoglalni a rendőrkapitányság épületét Brazília városban. A volt elnök Jair Bolsonaro támogatói által szervezett demonstráció azután kezdődött, hogy Bolsonaro egyik hívét őrizetbe vették antidemokratikus megmozdulások szervezésének vádjával. Emellett tegnap hivatalosan is bejelentették az új baloldali államfő Luiz Inácio Lula da Silva győzelmét az októberi választásokon. Több Bolsonaro párti szavazó még mindig nem fogadja el Lula győzelmét, hiszen hivatalosan maga a volt elnök sem ismerte el vereségét. Bíró Ica feljelentette a végrehajtókat, akik egykor kilakoltatták budai házából. Az énekesnő ismerősei ugyanis úgy látják, hogy a végrehajtók jogellenesen jártak el. Ha a Bíró Ica vélelme beigazolódik, akár vissza is kaphatja ingatlanjait. A történet további érdekessége, hogy Bíró Ica egyik kilakoltatója időközben vádlott lett a sádlügyben. Nem tudom, hogyan tovább. Magyarország a kilakoltatottak országa lett.
Kétségbe esetten kiabált 3 évvel ezelőtt az ATV kamerájába Bíró Ica, mikor kilakoltatták házából. Nem tudta fizetni a megemelkedett részleteket svájci frank hitele után, amit 10 évre vett fel, és 12. kerületi ingatlanja volt rá a fedezet. Semmi sem volt jogszerű. A végrehajtó akkor úgy fogalmazott, a tiltakozás csak balhé, az eljárás pedig teljes mértékben jogszerűen zajlott le. Bíró Ilona nem az utcára került, 2 budai luxus ingatlan maradt. A sors érdekessége, hogy az ügy kapcsán évekkel ezelőtt Bíró Ica és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar akkori elnöke is az ATV vendége volt. Sadl György a végrehajtói függetlenségéről beszélt az adásban. Reményeim szerint semmennyire nem függ egyébként egy eljárás kimenetele attól, hogy melyik végrehajtóhoz kerül az ügy. Azóta Sadl György korrupciós vádakkal előzetes letartóztatásban van. A Híradónknak nyilatkozó ügyvéd emlékeztetett rá, Sadl anyagi juttatásokat kért. Úgy nyertek el végrehajtói állásokat bizonyos személyek, hogy ezért ők kenőpénzt fizettek. Metál Lady a háza mellett lakását is elvesztette. Kilakoltatása óta barátai segítik. A korrupciós ügy kapcsán most felmerült benne a végrehajtói visszaélés gyanúja, ezért a rendőrséghez fordult és feljelentést tett. Én az igazságszolgáltatás győzedelmeskedéséért vívom a harcomat. Bíró Ica azt mondja, ügyének egyik végrehajtója, dr. M. Eszter, azóta a Sadl ügy egyik vádlottja lett. Ő is az egyik olyan vádlottja annak a végrehajtói kar főnökös dolognak, amiben úgy olvastam, ha igaz, hogy az egyik legtöbbet fizető, tejelő, vagy nem tudom, hogy fogalmazza. Szóval az én esetemben nagyon sok olyan pontja van. Azt szokták mondani, hogy olyan az én devizaügyem, mint az állatorvosi ló. Minden hibát, amit el lehet követni, elkövettek. Az ügyben egy barátja és annak ügyvédei segítik az énekesnőt. A barát úgy látja, a végrehajtó nem a jogszabályok alapján járt el. Eltitkolta azt a körülményt az adós elő, hogy a végrehajtás folytatásának valójában nem teremtette meg a végrehajtás kérő a feltételeit. Itt az Ica esetében ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert az Ica esetében több olyan gyanú is felmerült, például, hogy azért nem került az elszámoló levél megfelelő módon becsatolásra, mert akkor kiderült volna, hogy túlfizetésben van. Kerestük az ügyben a rendőrséget, hogy hol tart a vizsgálat Bíró Ica feljelentése kapcsán. Adásunkig nem érkezett válasz. Híradónk után perceken belül kezdődik a Ma reggel is tart című műsorunk, melynek részleteiről Somos Andrástól tudhatunk meg érdekes információkat. Jó reggel, szervusz Andris! Szervusz Tamás, ez az első alkalom, hogy itt köszönhetlek téged, és hogy nem kell ide futnod, ugye? Így van, ezt nagyon köszönöm neked, hogy... ez nem az én érdemem, természetesen Tamás, viszont remélem, hogy a nézők egy olyan műsort kapnak ma reggel, amiből hát azért megfordult egy picit a világ, mert kiszivárgott az, hogy csütörtökön milyen megállapodást írnak alá a szociális partnerek. Ez a kifejezés egyébként egy régi idők régi terméke, mert most úgy hívják, hogy szakszervezetek és munkaadók. Az van, hogy 16%-os minimálbér emelésre lehet számítani, ez kijött, és azt hiszem 14%-os a bérminimum emelkedés, ez egy tegnap késő esti hír, és azt is megtudtuk, hogy április végéig ugye az ársapkákat meghosszabbítja a kormány, de hát ezt a Híradóban nyilván, Tamás, te elmondtad, itt lesz Tordai Bence a Szigorlatban, kiszivárgott egy videó, egy hangfelvétel, bocsánat, amely arról szól, hogy Tordai Bence és a Tanítanék Mozgalom aktivistája beszélget arról, hogy a Tanítanék Mozgalomhoz érkező kérdéseket a sajtótól hogy kellene kezelni. A kormánypárti narratíva szerint a dollár baloldal instruálja a Tanítanék Mozgalmat, és ennek más jele is van, nem csak a videó, nem csak a kiszivárgott hangfelvétel. Itt lesz Latman Tamás, nemzetközi jogász, aki hát az uniós forrásokkal kapcsolatos megegyezésről fog beszélni. Nemzetközi jogi oldalról is elemezzük vele ezt a helyzetet, és akkor végül is Emiliánál Gáspár Kristóf elemző lesz a Paradigma Intézettől, szintén ebben a témában siker vagy kudarc, ami történt az uniós fronton. Én meg a végén még beszélgetek a nyugdíjakról is, mert tudják, Orbán Viktor tegnap posztolt a Facebookon, hogy 15% lesz a bérem, vagy a nyugdíj emelés mértéke, és januártól, és hát a szakszervezetek azért azt mondják, hogy jó, de idénre sem úgy alakul a kikalkulált korrekció, ahogy az kéne, és 1-2%-kal még meg kéne azt oldani,
nem lesz túl népszerű ez az ötlet, de hogy miért is mondják ezt, azt majd jól megbeszéljük Juhász Lászlóval, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetőjével. Emília mindjárt jön, számít az önök figyelmére velem együtt. Köszönjük, András, érdekes lesz, tehát a ma reggel is tart is. Nézzék ezt a műsorunkat egészen 8:30-ig, de közben majd 7 órakor még friss hírekkel is jelentkezem. Tartsak velünk, tájékozódjanak első kézből innen, tőlünk az ATV-ből.